Sziasztok! Egy egészen érdekes feladatot kaptam, mégpedig azt, hogy teszteljek le egy bukósisakot. Igazából bukósisakot úgy lehet rendesen letesztelni, ha elesik benne az ember. Ezt egyszer már sikerült kiviteleznem, és azóta több fém van a vállamban, mint a Terminátornak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezzel a Rudy Project streammel csak bringázni fogok, és utána elmondom a véleményemet róla és a tapasztalataimat. A stream egy kifejezetten kedvező áru bukósisak, ettől függetlenül olyan technikai megoldásokat vonultatnak föl benne, ami eddig csak a sokkal drágább kategóriás sisakokra volt jellemző. Ilyen érdekesség például a double inmold kialakítás. Az inmold az azt jelenti, hogy ez az alsó ütésálló hab, ami gyakorlatilag eloszlatja az aszfalt és a fejed közötti erőhatásokat, amikor elesel. Ez egy egységet képez ezzel a szépen kékre festett műanyag héjjal, és ezt nem csak itt a bukósisak elülső részén tették meg, hanem hátul a tarkónál is. Tehát nem látszik ki teljes egészében ez az LPS hab, hanem itt is rajta van ez a szép műanyag héj, így sokkal dizájnosabb a bukósisak, és nyilván a tarkóvédelme is rendben van. A stream összesen 16 szellőzőnyílással rendelkezik. Itt elől vannak a belépő szellőzőnyílások, hátul pedig a kilépők, tehát gyakorlatilag a fejed körül egy légáram is kialakul, hiszen nem elég, hogy bemenjen a levegő a fejedhez, illetve a hajadhoz, hanem a lényeg az, hogy le is hűtse azt, tehát hogy valahol hátul távozni is tudjon. Belül a szivacsozás kapott egy hálót is, aminek az a lényege, hogy amikor bringázol, akkor az ilyen darazsak, legyek, ne kerüljenek be a bukósisak meg a fejed közé, mert az nem csak idegesítő tud lenni, hanem mondjuk a darázs esetén veszélyes is, hogyha megcsíp. Ennél a fejvédőnél a szivacsszedbe alapáron jár a bogárháló. Az RSR-10 névre hallgató fejméretállító rendszere teljesen körbeveszi a fejedet, nem csak hátulról egy pontban nyomja, és még a magassága is állítható, ami azért jó, mert mindenkinek más a fejformája, és így mindenki be tudja állítani kényelmesre. És ha már a fejformánál tartunk, nagyon nem mindegy, hogy egy bukósisaknak milyen a kialakítása. Éppen ezért mondom mindig, hogy ha fejvédőt akarsz vásárolni, akkor menjél el és próbáld föl. Nem lehet interneten kinézni, nem lehet a haverok véleményére alapozni, hiszen ha megnézzük, itt van ez a tavalyi Airstormom, aminek szemmel láthatóan oválisabb a kialakítása, mint az új streamnek. Pont ez az, ami miatt a stream egy fényével kényelmesebb nekem, és amiért sokkal jobban áll a fejemen, mivel ilyen jó nagy fejem van, kör alakú, tehát az oválisabb kaptafájú sisakok kevésbé jól illeszkednek rajta. Illetve nyilván jól illeszkedik rajta, mert a fejméretállító rendszerrel be tudod állítani, de soha nem lesz olyan kényelmes, mint az a sisak, aminek olyan formája van, mint a fejednek. Próbáld fel! A stream tervezésénél is lényeges volt, hogy a sisak formája aero legyen, tehát lehetőleg csökkentsük a légellenállását. Nyilván ez nagyon kevés embernél fog jelentős előnnyel járni, hiszen ehhez bőven 40 km/h fölött kell kerékpározni, de a jó hír az, hogy erre is figyeltek a tervezéskor. Amit kifejezetten imádtam, az nem más, mint az airframe rendszer. Itt a szivacsot tartó műanyag rész, meg a szivacs nincsen ráragasztva, illetve rátépőzárazva a sisaknak a belső LPS héjára, hanem eláll tőle egy nagyjából fél centivel, így ott is tud áramlani a levegő. Én jellemzően izzadós típus vagyok, tehát egy csomószor előfordult az, hogy bringázás közben a szemembe folyt az izzadság, amitől nyilván könnyezni kezdett a szemem, ami nem volt jótékony hatással a látásomra. Ennél tud áramlani a levegő, ezért nem fordult elő olyan, hogy folyt volna az izzadság a szemembe, pedig voltak azért 30 fokok is a tesztelés közben. Tehát úgy gondolom, hogy ez az airframe rendszer nem csak marketing duma, hanem valóban be is válik. Kevés jobb dolog van annál, mint amikor kerékpározás közben nem folyik a víz a szemedbe. Éppen ezért istenítem ezt az airframe rendszert, ami benne van a sisakba, mert kell az a plusz szellőzés sokaknak a fejének. Nyilván vannak, akik nem olyan izzadósak, hát én nem ők közülük való vagyok, úgyhogy hajrá, plusz pont ezért. Igazából a kerékpárnál, a cipőnél, a bringás nadrágnál, minden egyes alkatrésznél és kiegészítőnél azért küzdünk, hogy olyat válasszunk magunknak, amivel abszolút komfortosan érezzük magunkat. Miért pont a sisak legyen ezek közül kivétel? Mindig nehéz kérdés mondani valami konklúziót, mert ha azt mondod, hogy mindenkinek jó, az olyan elcsépelt marketing maszlagnak tűnik. Ez a sisak igazából főleg országúti sokon áll jól, hiszen hegyi kerékpározásnál nem árt, hogyha van egy kis shield, egy napellenző a sisakon, bár tény, hogy a mai XCO trendek arra felé mennek, hogy nem használnak shieldet a bringások, de alapvetően mégis azt mondanám, hogy főleg az országúti sok kedvelt sisakja lehet. Ez a sisak majdnem 30 ezer forintba kerül, amire mondhatnánk azt is, hogy sok, de igazából a mai sisakpiacon nem számít kirívónak, sőt 2-300 euróért lazán lehet ma sisakokat kapni,
oké, nem a belépő árkategória, de 10 pár ezer forintért ne is várjunk olyan sisakot, amiben airframe rendszer lesz, aminek 3D-s felméletállító rendszere van, amiben double inmold technológia van. Nyilván azok belépő szintű sisakok, ezt valahova inkább a középkategóriába lőném be. Szerencsére sokféle színben kapható, így mindenki meg fogja közte találni azt, ami megy a bringájához vagy a mezéhez, nem csak az van, hogy van fekete meg fehér belőle. Ennél többet, ha keresztre feszítenének, se tudnék mondani egy bukósisakról. Mindenesetre, hogyha tetszett ez az epizód, akkor iratkozzatok föl, és akkor kaptok értesítést, hogyha kijön egy újabb videóm.